az a legvonzóbb és legelőnyösebb, csak a nagyságára de nagyúból. Ezt a francia, ezt egy francia abbé mondta, aki Bécsbe találkozott vele. Érdemes összehasonlítani a testvérével, Rényi Péterrel, vagy a gyermekkori barátjával és fegyvertársával, Batthyány Ádámmal. Ezek ősgaléria portrék, amelyeken szép, nagy, magyar tanulszakadt embereket lehet látni, Budomány a kézben, karddal a kézben, hátul a török csata, és hadvezéri mi voltuk jelenik meg, de valójában inkább csak a szerep, inkább csak a pozíció az övék, a jellemrajz és a finomság az elmaradt belőle. Tehát ezek ez a magyar átlag tulajdonképpen azt lehet mondani gondolkodásmódban is, a főnemesség gondolkodásmódjában is, illetve a festészeti megoldásokban is. Itt valami másról van szó, ő megtalálta azt az udvari festőt Bécsben, aki őt a rangjának megfelelően tudta bemutatni, és aki a személyiségét meg tudta ragadni. Nagyon izgalmas a Jan Tomaszról van szó, ez fontos. Jan Tomasz a festő, első Miklósot is megfestette, és több udvari munkája van. Nagyon érdekes a kép sorsa, ugyanis a Zrínyi gyűjteményekkel együtt Csehországba került. Zrínyinek egyetlen fia érte meg a felnőtt kor, Zrínyi Ádám, aki megházasodott és elvette egy osztrák nőt, mint ahogyan ebben az időszakban a monarchiában ez szokás volt, a Habsburg birodalomban ez szokás volt, és apjához hasonlóan a török ellen a felszabadító harc során talán kemény csatában halt meg, 28 évesen. És az özvegye, a fiatal özvegy összepakolta az ingóságokat, és széthez ment második férje, az egy cseh főúr volt, és az ingóságokat, a könyvtárat, a képtárat, az éremgyűjteményt valószínűleg, amit csak lehetett megragadni, elvitte Vítóvárába. Hogy onnan aztán hogyan került a Lobkovicokhoz, illetve a Lobkovic kastélyokba először Rudnicére, Észak-Csehországba, majd Nélahoza vezve Prága melletti, Prágától északra lévő kastélyba, ez még nem teljesen tisztázott, de feltételezhető, hogy a Vítóvita unoktól került valahogy a Lobkovicokhoz. Négy képről van szó, a másik hármat is rövidesen megtekintjük, de azt kérem, hogy először kezdjük az elején, és menjünk most már innentől a kronológiai során. Nem van tudomásom, hogy ne lenne, hiszen például a Szigetvári Miklósnak a portréja,